A mai értékválságos világban fokozottan szükség van a civil szervezetek működésére, mondta Fülöp Attila, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára Dunavarsányban, a mögöttünk levő héten csütörtök délután tartott sajtótájékoztatóján. Végigjárja az országot, mindenhol a civil szervezetekkel veszi föl a kapcsolatot. Hogyan működnek, mi a tapasztalata? A kép az nyilván vegyes, hogy itt Magyarországon több mint 60 ezer bejegyzett civil szervezetről beszélünk. Ennyi szervezet napi tevékenységet nyilvánvalóan nem fed ki, de akkor is azt tudjuk mondani, hogy több tízezer olyan szervezet van, hogy használjuk inkább azt a kifejezést, hogy önkéntes polgári kezdeményezés, amely próbál valamiért tenni. Ugye itt egy fontos eleme az, hogy ezek a szervezetek alapvetően azért jönnek létre, mert valamilyen közösséget akarnak teremteni. Azt, hogy ez milyen célból, hogy ez egy kulturális esemény köré szerveződik, szabadidős sporteltöltés, vagy akár szociális egészségügyi fel, feladatok ellátása, nyilván ez szerint oszlanak meg, de mégiscsak ez az alapvető cél. A fontosságát pont azért hangsúlyoznám, mert azért ezek a szervezetek arra tökéletesek, hogy azt a fajta összetartozást, azt a fajta elköteleződést, amit talán-talán mostanában nehezebben tesznek meg emberek, egy ilyen szervezeten keresztül egy cél érdekében könnyebben meg tudják tenni. Sokan legyintenek, hogy ugyan már összeülnek, egy kicsit rágják a gittet, aztán kész. Mennyire élénkek, mennyire eredményesek ezek a civil szervezetek? Azt gondolom, hogy fontos mindenkinek a figyelmét azért felhívni, hogy ezek a szervezetekkel, még ha nem is tűnik fel minden nap, de találkozunk ugyanúgy az egészségügyi ellátásban, a szociális ellátásban, akár egy idős otthon üzemeltetésénél, mint ahol egy nagyobb kulturális eseménynél. Nyilván a szervezetek között léteznek kisebbek, akik évente pár eseményt, akár egy eseményt valósítanak meg itt is találkozhatunk, ugye egy egyesület, aki egy picivel már nagyobb, ő az, aki megpróbálja a falut szépé tenni, otthonosabbá tenni. Délegyházáról van szó, Délegyházáról van szó, a Délegyházi Faluszépítő Egyesületről, akinek a képviselője ugye itt volt, de ezen kívül vannak olyan szervezetek, akik részt tudnak venni akár EU-s pályázaton, akár magyar költségvetési forrásokon keresztül nagyobb projektekben vagy nagyobb fenntartásokban. Szerintem a civil szervezetekkel többször találkozik minden nap egy polgár, mint ahogy egyébként gondolja. Hogyan tudja a kormány támogatni ezeket a civil szervezeteket? támogatásnak itt két formáját is említhetjük. Az egyik az, hogy ezeknek a szervezeteknek a működési könnyebbségért, tehát hogy legyen kihez fordulni adott esetben, ha az a kérdés merül fel, hogy hol van pályázat, hogy kell pályázni, hogy kell egy módosító, létesítő okiratot beadni a bírósághoz. Ehhez minden megyében van egy civil információs centrum, ennek a centrumnak az a feladata, hogy kap állami költségvetési támogatást, cserébe viszont térítésmentesen kell segítenie a megyében lévő egyesületeket, bármelyik egyesület vagy alapítvány, így Pest megyében is tud fordulni ez a civil információs centrum, az segítségkérésként. A másik támogatási forma az a nemzeti együttműködési alap, ami, ami konkrétan a civil egyesületek alapítványok működését, szakmai programjai megvalósulását támogatja. Pest megyében mennyire élénk a civil szervezeti élet? Pest megyében azt gondolom, hogy nyilván számosságából adódóan itt több mint 6000 bejegyzett szervezet van. Ez az országos átlaghoz viszonyítva megye szinten nyilván abszolút a felső kategóriába tartozik. Ezt mutatja a mostani pályázatok összege meg létszáma is, több mint 200 millió forintot nyertek azok a szervezetek, amelyek Pest megyéhez tartoznak. Budapest és Pest megye a kormány döntése értelmében ketté válik a következő uniós költségvetési ciklusban. Készülnek-e már erre? nőhet -e esetleg a civil szervezetek támogatása? a civil szerzet támogatása, ha a nemzeti együttműködési alapról beszélünk, akkor ez egy jogszabályban rögzített az egy százalékhoz igazodó összeg, tehát ebből a szempontból ez egy automatikusan számolható összeg. Szeretnénk megőrizni, és szeretnénk megőrizni azt a rendszert is, hogy minden megyében létezzenek információs centrumok, és tovább segítség. Pont azért tesszük ezt a körutat, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak, amelyel az itteni civileket segíteni lehet, nem csak pénzben, hanem adott esetben szervezésben, a szervezésben a szolgáltatás szervezésben, hogy lehet még a terheiken. A helyettes államtitkár sajtótájékoztatóján természetesen részt vett Gergőni Varga Tünde, Dunavarsány város polgármestere is. Milyen tevékenységet végeznek a civil szervezetek itt a városban? A civil szervezeteink, mivel sok civil szervezetünk van, nagyon szerteágazó a tevékenységük, nagyon sokféle ö, dologra alakultak meg, úgymond. Tehát vannak olyan ö, tevékenységek, amelyek kulturális életünket színesítik, tehát táncosok, énekes ö, csapatok, karitatív ö, csapatok, ak akik ö, esetleg rászorultaknak, ö, osztanak élelmet, gondolok itt a Máltaira, vagy a Katolikus Karitás Szervezetre. Ö, vannak ö, olyanok, akik, ö, akik gyerekek, gyerekekkel foglalkoznak, diszlexiás gyerekek alapítványa, vannak sport, sporttal foglalkozó egyesületek, civil szervezetek, tehát nagyon sok a, a, civil szervezeteknek a tevékenysége ebben a városban. Mennyire eredményesek a pályázatok? Nálunk pályázni lehet, kialakítottunk egy olyan pályázati rendszert Dunavarsányban, amennyiben természetesen van rá kerete az önkormányzatnak, ez addig tart, és addig fogjuk támogatni, addig tudjuk támogatni a civil szervezeteinket, amelyben egy rendszert alakítottunk ki, tehát pályázhatnak programokra, és pályázhatnak működésre, is a civil szervezetek ezt ők leírják, hogy milyen tevékenységet, milyen programokat fognak el elterveznek ugye egy évre, hogy milyen rendezvények vesznek részt, mit fognak csinálni, és akkor ez beköltségelik, és ezt beadják az önkormányzathoz, ezeket a pályázatokat. Éppen egyébként a napokban lesz elbírálva ezeknek a pályázatoknak a, a, a sorsa. És természetesen ezek a pályázatok általában úgy vannak beadva, hogy már mindennek megfelelnek. Nagyon kevés ez a pályázat, ami nem felel meg. Tehát tudják eleve a civil szervezetek, hogy milyen feltételeket szabunk meg, és ehhez mérten adják ők meg a, a, az ő programjukat. Általában pozitívan bíráljuk előket. Természetesen, amit ők beírnak összegeket, az a, az a legmagasabb összeg, amit ők szeretnének költeni. Sajnos azért mindenkinek a maximumot nem tudjuk adni, de én szerintem eléggé nagy összegekkel tudjuk őket minden évben megtámogatni. A rendszerváltás előtt elképzelhetetlen lett volna ilyen élénk, civil élet, mint ami ilyen napjainkban van. Ma? tudna működni a város a sokféle civil szervezet nélkül? Biztosan tudna működni, de egyáltalán nem volna ilyen színes élete a városnak, ilyen pörgforgó forgó ö, eseményekkel teli ö, kulturális és ö, sport és egyéb tevékenysége nem volna a városnak. Szokták mondani, hogy kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Elnézést, hogy ezt a hasonlatot mondom el, de itt is úgy van, hogy civil szervezetek nélkül biztos, hogy működne a város természetesen, de korán sem volna ilyen ö, vidám, pesgő és tevékeny élete a városnak, mivel ö, azt is el kell mondanom, hogy hogy vannak olyan civil szervezeteink, akik például segítenek akár utcákat rendbe rakni, virágokat rendbe rakni, játszótereket rendbe rakni. Tehát sok minden olyan dologra be tudjuk őket vonni, ami ha nem volna, akkor másképp kellene megoldanunk. És ő nekik is örömet okoz, és nekünk pedig hasznunkra van a városnak.